Útunk első állomása szeretett városunkban az Egri vár, mert az Unió támogatásával az utóbbi években újítottak fel. Az Egri vár nem csak városunk legjelentősebb történelmi eseményeinek állít emléket, hanem lehetőséget nyújt megismerni a török támadások sújtotta időket. A vár nem is lehetne méltóbb helyen, mint a város legmagasabb pontján, hogy büszkén tudja jelképezni Eger legszebb nevezetességeit. Egy ilyen értéket nem csak csodálni kell, hanem tovább megőrizni, fenntartani az utókor számára. Na de menjünk tovább! A Dobótér városunk központja, melyet 2 éve újítottak fel modern kinézetűre. Eger megújulásához hozzájárult a bicikliút képítése, mellyel egész városunk bejárható. A bicikliúthoz kaptunk egy gyönyörű környezetet, ahová sokan szívesen járnak kikapcsolódni. A Gárdonyi tér a Dobótér mellett található, melyeket egyszerre adtak át. Eddig parkolóként szolgált, de itt több hely jut a gyalogosoknak a belvárosban. A Minorita templom a Dobótéren található, osztályunk sokat jár ide. Eger nem csak megyeszékhely, hanem vallási központ is. Városunk és az Unió figyel erre, és támogatások segítségével kaptunk egy gyönyörű parkot az érsekség udvarára, ahová nyugodtan járhatunk pihenni. A következő állomás a Szent Marjai Tibor Városi Stadion, mely építés alatt áll uniós támogatással. Iskolánk fejlődését is támogatja az Unió, köszönjük a játszótereket is!